Madár Fütyös, szép jó reggelt kívánok! Hagyma vagyok, és ez itt a Hagyma TV következő része, és éppen most őrült ordítás van a házban. TV üvölt, gyerek üvölt. Csak a szokásos ilyen esti buli van itt össze-vissza. Szervusz Diego Hún, Madár Fütyös, szép jó reggelt! Szia Hún Prime, szevasz Trojan, és üdvözlök minden kedves kollégát, aki idejött. Hagyma is üvölt, ha jönnek hátulról. Nem üvölt hagyma. Itt most már hagyma akkora király lett ebben a játékban, hogy el se hiszed. Juhu! Van néhány fegyverem. Először is bemutatom, hogy jó, bimbo vagyok, tehát lehet, hogy egy csomó ember sokkal jobban tudja. De van nekem egy kétkezes kardom, amit nagyon szeretek. Van egy egykezes kardom, amit nagyon szeretek. Van egy fejlem, amit, hát az Strength Dexterity is fegyver. Ezt egy ideig nem fogom tudni használni. Van egy tőröm, amit soha nem fogok tudni használni valószínűleg az egész életemben. És van egy kalapácsom. Van egy kalapácsom, ami így nagyon jó. Ez egy picit nem kicsi. Ez a kalapács. Igazából. Szevasz Hanzi, ma hogy a szép jó reggel. 160-at tudok sebezni vele. Látod? Nagyon kis cukkanat. Az általad vázolt vagy rajzolt változata. Egy ilyen kis Móriczka rajzot Humprime megosztott velem. Már! Igen, ez van! Üssed! Na jó van, kis haverek! Úgy, az. Egy! Nem szeretem ezt a kalapácsot, az az igazság, mert elég lassú. Rohadt nagyot sebez, de borzasztó lassú. Meg fogom kölni, bazd meg a denevérek, nem érted? Várjál! Úgy. Úgy. Ez a bosszoknál lehet jó. Nem, szerintem nem. Nagyon kevés időd van a bossnál csapni, úgyhogy szerintem nem. Szerintem ez sehova nem jó igazából. Ezzel menőzni lehet. Kb. Arra jó. Kb. Arra jó, hogy megmutasson, hogy neked mekkora izéd van. De szerintem az eddig legjobb fegyver, legalábbis ami nekem legjobban kézre áll, az a kétkezes pallós isten igazából. Leszállunk erről a szerencsétlenségről, és leülünk ide, hogy föltöltsük a kis flaska készletünket. És fölmegyünk először, azt fogjuk csinálni, hogy fölmegyünk az óriásokhoz. Kezdjétek el, megöltem az első, azt a lovagbosszt, amit ott kezdésnél ott össze-vissza megy, az a lovast. Hatalmas csata volt, megmondom őszintén, rámentem vagy 40-szer, míg sikerült. De végül tényleg sikerült. Juhuuu! Azaz. Megölünk pár ilyen nagy akármit, hogy megmutassam egyáltalán, hogy mennyit fejlődtem az elmúlt időben. Ugye, ezek a trollok voltak azok, hát ezek mi az anyámat keresnek itt egyébként? Ja, éjszaka van mi, és ezek a mocskok kijönnek éjszaka. Kelj már föl! Azaz. Anyádat! Hoppá! Éjszaka előjönnek a denevérek, és megpróbálják leszívni engem. Na! Nézzük itt az első trollt, megmutatom a módszeremet. Van egy módszerem a trollokra. Na gyere, gyere cica-mica! Megnézzük, ide jövünk és elkezdjük csapni a lábát, mint az állat! Lóról! Nem máshogy! Nem találjuk el! Azaz! Jó, arrébb megyünk. Visszamegyünk. Csapkodjad már! Csapkodjad a lábát!
Csapjad már a lábát! Hát nem csapja a lábát, ez a retard. Ez az. Úgy. 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 Kis bimbo arcukám. Nagyon jó, dögölj már meg, hát ennyi ideig nem szokott ezt tartani. Kicsit lámpalázos vagyok, ebből látszik. Látjátok? Na. Így ölünk trollt. Ott a másik. Ugye ez a troll, ebbe az a jó, hogy 1000. Azaz egy... Milyen taposós kedvébe volt ez a bimbo arcú. 1000 ilyen runát, vagy soul-t, vagy mi az anyámat. Na ez az, elesett! Elesett! Ilyenkor le kell szállni a lóról! Ugor már föl! Ne! Ne! Oda bele kell vágni a fejébe! A francba lekéstünk! Gyere már! Juhú! Ilyen 120-akat sebezed a hosszú kard, és az tökéletes arra, hogy így szépen lassan ledaráljuk ezeket a senkiháziakat. Az az igazság. Látjátok? Látjátok mekkora király? Tehát azért az első streamben itt 40 percet azon küzdöttem, hogy egy ilyen szerencsétlent kinyírjak. Hogy ígyunk egy kis életet. Sehol a stream raid-el? Szomorú vagyok. Hát csinálhatunk egyet végül is, mindjárt ezt megölöm, azt kipattintom. Azaz. Nem áll! Ez is megint ilyen... Ne! Rálép a lovamra. Rálép a lovamra és azt hiszi, hogy ő a király. És kinyírja az én kis lovacskámat és akkor szomorú be. Szomorú leszek. És itt följebb megyünk. Gyere ide kis huncutom! Jaj, te kis aranyos! Hát nézzen mit akar. Ó, oh, na most... Szegény kis pacim. Na. És valamiért kétszer, vagy valamiért kétkezesre fogta a pallóst. És azt be kell állítanom. Még nem teljesen tudom, hogy ez miért van. Na most! Na gyere, kivédem az ütésedet. Puff! Puff! Azaz! Tessék bele a fenekébe! Levágom neki a gilisztát! Hihetetlen! Hihetetlen! Á, ne, meg fogok halni! Meghaltam. De én szeretem. Én nem, én nekem nincs, nem, most Hanzi. Én nekem, esküszöm az életemre, nem, én szeretem így előről csinálni, vagy így csinálni. Szeretem megtanulni. Én nem akarom azt hazudni, mint más ember, hogy ő, én vagyok a világ legjobb játékosa. Nem. Mindenkinek, ahogy nekem is, meg mindenkinek van egy tanulási görbéje, szerintem minden egyes játéknál. Van, akinek ez jobban kézzel, van, akinek az jobban kézzel, de aki elkezd játszani egy játék, az mind béna benne először. Mindenki. Semmi értelme azt hazudni, hogy én nagyon jó vagyok. És sokkal őszintébbek egyébként az első reakciók mindig. Ez igazság. Na jó, fölvesszük ezt a kis 2000 akármét. Húzunk anyánkba. Úgy. Nagyon jó. Jaj, harcba vagyok. Mi van, nem jön ide el az hányásod? Hülye gyere. Mi van? Ide jött egy birka. Na, adj. De tényleg egyébként volt olyan, hogy megöltem mind a 6-ot vagy 8-ot ott fönt.
Igazából kéne farmolnom, de nem hiszem, hogy a streamelés lesz a megfelelő alkalom arra, hogy farmoljak. Lemegyünk, voltam egy barlang, ahol nem voltam még. Nemrég fedeztem föl, hogy itt van ez a barlang. Ebben még nem mentem végig. Hát én ezt így szeretem. Na! Itt van egy szellem. Nagyon jó. És itt... Ajajajajajaj! Itt ilyen kis bimbóságok vannak össze-vissza. Nem talált! Nem talált! Milyen aranykis bogárka, ilyen kis vízköpőszerűség. Miért mindig patkányok? Lehet itt a játékban egymásnak üzenetet hagyni. Ezek a földön lévő rúnák, ezek más játékosok által írt üzenetek. Igazából. És ezeket érdemes néha elolvasni, egy csomó jó tanács van bennük sokszor. Na nézzük, megnézzük, mi van itt az ajtó mögött. Aha, ez még zárva van. Akkor ide lemegyünk. És felfedezzük ezt a csodálatos katakombát. Na. Plugy, plugy, plugy. Au! Annyira gusztustalan egyébként, hogy a nagy kard képes a falba megakadni. És akkor nem tudsz ütni. Lepatan a falról. Ja? Hát igen. Na nézzük, onnan valami dobálni fog, azt nem hagyhatjuk. Ó, itt van egy növény, ezt fölvesszük. Nézzük csak meg, tudunk valamit itt craftolni? Ezeket tudjuk craftolni. Ezeket a craftolt itemeket nem nagyon használtam, még megmondom őszintén. Péniszerdő. Hát, ez lehet, hogy az lesz egyébként. Itt lehet átveszem inkább a... Látod? Nem tudok ütni. Nem tudok a nagy karddal ütni, megakad a falba. Úgyhogy itt lehet, hogy inkább átveszem. Átveszem a kisebb kardot. Itt azt legalább azzal tudok suhintani. Uha. Állítólag nem sok hasznuk van a craftolt itemeknek, nem néztem még annyira meg. Valami rövidebb kétkezes. Hát rövidebb nagyon kétkezes nincsen, esetleg azt lehet csinálni, hogy a... Anyád, de megijedtem! Rohadjál meg, te kis féreg! Gyerünk! Az! Ajaj! Menj már! Hülye vagy! Ott lehet valami titkos bent? Aj, köszönöm szépen a... Köszönöm szépen, Franco Mester! Puszi a pocidra! A révészt kinyírta, nem tudom ki ez a révész. De kíváncsiak, mi vagyok ott bent? Vagy mi van ott bent? Szerintetek, ha bemegyek, meghalok? Biztos, hogy van valami. Na gyerünk! Ó, tudtam én! Éreztem! Mi az anyám ez? Bassza meg! Ah, már bocsánat. Rohadj meg! Ah, rovar! Ah. Éppen benne vagyok abba, hogy nézem, hogy mi a tökömet találtam. Ez mi?
Remélem elhasználtam. Oh. Nem, itt van. Én Hunterre gyűjtöm a jumpscare-eket. Nem áll. Ahogy futás, 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 beugrik. Gyerünk, futás, 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 beugrik. Anyád. Nem sikerült a beugrás. Így talán látod, hogy párat már írtam. Szevasz, rovar. Madárfüttyös, szép, jó reggel. El kellett használnom a potion-emet, hihetetlen. Van itt valami? Ott van hátul, ott is van valami titkos dolog. Anyám, itt is van valami! Nem á! Anyám, mennyien vagytok? Kinyírtak. Bassza. Leszedted a forestet? Nem, rájöttem, hogy nem szedek le semmilyen új játékot, amíg ezzel akarok játszani. Leszedek egy új játékot? Akkor elkezdem hanyagolni az ellen. Elfejtettem bekapcsolni, amit ígértem, a Stream Raiders. Gyerekek. Gyerekek. Szeretik a perecet. Sósat, sósat, jó ropogósat. Na várjál, csak bekapcsoljuk a Stream Raiders. Play as Captain. Aki vesz, annak lesz. Aki nem vesz, éhes lesz. Na, akarok menni majd ma este Magdira is, az az igazság. Na, az lesz az igazából a pénisz erdő, megmondom szintén. Magdi anyus. Elég... elég kis pervers, meg kell hagynom. Hát nagyon. Nagyon idegesítőek. Penis Forest. Melyik, melyik Magdi? Magdi az egy... az a neve, hogy Magdi. Az a neve a bossnak, hogy Magdi the... nem tudom mi. De itt biztos valaki tudja fejből. Aki már sokat trájolt, az megjegyzi ezeket a dolgokat egyébként. Na jó, menjünk erre a pályára akkor. Ugye biztos emlékeztek rá, hogy a Stream Raiders egy olyan cucca, ahol ti a chatről tudtok lerakni mindenféle embert. Ez egy boss lesz, vagy nem tudom mi ez. Itt van Zeus, úgyhogy úgy kell kezelni. A linket elvileg most a Twitch bot ki is írta, úgyhogy oda rákattintotok, belogoltok a Twitch akunttal, és ki tudjátok rakni a saját embereteket. Anyád! Ezt annyira utálom! Azaz. Pogy, pogy. Kicsi kis férgeim az urban. Hát ez nem pallós, az inkább valami furkos bot. De igen. Itt volt, aki rám ugrott. Na nézzük. Futás, 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 futás ide be, hogy ne tudjon föntről dobálni a retard. Miért nem targetel, hogyha megnyomom a Q betűt? Ja. Ugye emlékszünk, hogy itt nem volt semmi, azért még egyszer körülnézek. Hú, egy Grave Violet. Összeszedjük. Nem nagyon szoktam, tényleg nem nagyon szoktam tudom, hogy ezek az alapanyagok mire valók, és egyáltalán mi az, ami értékes, és mi az, ami nem. Valahol itt volt a kis dög, ott van fönt. Gyere ide a nyár úristenit! Megdobjuk. Ez az. Haha! Nem tudjuk ütni a faltól! Azaz. Futás, futunk.
Szerintem, hogyha ilyenkor, már hogyha egyszer összeszedtük a cuccot, akkor már nincs ott. De természetesen nem bírok a véremmel, úgyhogy meg kell néznem. Meg is nézem, mit üzentek itt. See, Kataking. Ah, Ed. Ó, itt... Ó, itt volt egy kapcsoló, ami kikapcsolta ezt a tűzokádást. Ja, tök jó. Gyerünk, futás! Azaz. És most... Most... Megdobjuk. Azaz, kis huncutom! Mit akarsz? Biztos, hogy nem fogok oda bemenni. Megdobálom a hülyeségeidet. Hogy... Uno. Leesett a falról, mint egy kis legyecske. Nagyon jó, kettő. Azt hiszed, nem vesztek észre? Ó, ezt most elkapott viszont. Amúgy a katonával tolnám, ha megvenném ezt a játékot. Elhiszem, én jobban szeretem az ilyen nyugatias fegyvereket, megmondom őszintén. Én, ha még egyszer elkezdhetném, akkor valószínűleg íjásszal mennék, vagy valamilyen fajta távolságival. Mert azért, én sok helyen olvastam, hogy azért az könnyebb a távolsági karakter. Ja, azt is vágom, hogy a varázsló az izé, az tényleg az olyan, hogy hát az se automatikusan easy mode, de igen, hogyha megkiszeded az összes, vagy olyan cuccokat, amiket mondanak, akkor ilyen brutál OP táp lesz. Itt azt írják, hogy próbáljam meg a tüzet. Hát nekem nincsen tüzeim. Ja, és én gyenge vagyok, azt azért tudni kell. Én megmondom őszintén, hogy ahol lehet, bossnál, ott summonolok. Tehát, hogy ez tudom, hogy ez szentségtöréstől kezdve gyalázat, gusztustalan világ, szemét, mocskos hagyma, de én ahol lehet, ott megidézem a kutyákat. Az... Jaj! Most megittem a piát. Mennyi az esélye, hogy ide bemegyek, és kijön majd 500 darab. Szerintem nem nagyon van olyan weapon, de egyébként... Egyébként van egy tőr, ami aránylag nem annyira nehéz megszerezni szerintem. Van egy... Ez egy újfajta idézést kaptam. Inventory... Igen, meg tudom idézni. És kevesebb manába kerül, mint a farkas. Most mi az anyám van? Itt az út vége? Ezért kell ide bejönni. Nincs is más út. Ne csináljátok már. Biztos, hogy nem voltam. Ezen a szinten. Ugye ott jöttünk be, az biztos. Elmentünk arra. Itt van! Itt van, ezt kerestem. Kinyílt az ajtó. Te kis huncut, hogy elbújt? Nézd már! Azt te betyár mindenit.
Puff, puff, puff. Mimik ebben a játékban van? Nem tudom. Jó felé jövök. De nem már! Meghaltam a tűzben, nem érted? A tűzben meghalok, hát föl tudnám rúgni. Jaj, de undorító. A troll a troll az tényleg nem nehéz, tehát hogy tényleg, komolyan. Esküszöm, hogy nem nehéz a troll. Esküszöm. Ezt nyitottam ki. Lekem, akkor viszont itt vissza kellett volna jönni? Aha! Hülye voltam, azt az ajtót, ahhoz az ajtóhoz kellett volna visszajönni. Jó, akkor ez itt nem is szaladunk be, hanem összeszedjük az XP-nket. Ez az. Jó. Úgy. És itt fölmegyünk. És itt az ajtó, amin be kell menni. Oho, oho, oho! És boss következik. Boss következik, drága barátaim. Én más nem is érdekel. Milyen cica boss, azt a betyár mindenit. Kis uncutom! Nem talált, nem... Au, au, au! Ez mi az anyám? Ez mit csinál? Ez mi? Ez egy macska? Ez egy égő farkú macska? Ajja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 j
elő. És ne rám lehet, ne rám lehet! Ne csináljátok ezt vele pont most! Kudixtér, te utolsó! Állász? Kinyírlak, kinyírlak, kinyírlak! Kinyírnám! Ha-ha! Na jó, jó. Noon. Azért csak kinyírtuk, na. Szerencsé, szegény kutyáimat kinyírta. Mindig keresem ilyenkor egyébként a lootot. Hát, ha valahol el van dugva valami. Hát ez ja, az easy volt. Az igazság, hogy a kutyák, tehát a summon miatt. Ez... tudom, hogy ez... ez hogy is fejezzem ki magam. Hát de a summon az easy módja ennek a játéknak. Másikat kellett volna, azon biztos leesek a székről egyébként. Szia! Szia! Na nézzük! Mi legyen a terv? Megmutatok valamit. Kutyával könnyű. De, igen. Képzeljétek, mi a véleményetek arról? Szeretném megkérdezni a véleményeteket. Komolyan most, esküszöm. Mert lehet, hogy csak én látom rosszul egyébként ezt a dolgot. Hogy kijött egy mod ehhez a játékhoz. Ami jelentősen megkönnyíti a játékot, tehát ez azt jelenti, hogy a bosszok sebzését 50%-ra
állítja be. A testsebzésedet meg 25%-kal növeli, és a soul esését, tehát ez a soul essence, amiből ugye vásárolod a fejlesztéseket, ez meg ötszörözi, vagy valami ilyesmi. Tehát jelentősen könnyebb lesz az a játék. Én megmondom őszintén, anélkül, hogy bárkit is megpróbálnék befolyásolni, az már 7000 pont kell egy ponthoz. Én megmondom őszintén, hogy én nem vagyok jó játékos ebben a játékban. Még, vagy lehet, hogy sose leszek. Ugyanakkor úgy érzem, hogy a játék lehetőséget nyújt ahhoz, hogy overpowered, overleveled, majd nem olvasom el a chatet, majd utána fogom. Tehát, hogy összefarmolod magadnak azokat a cuccokat, amivel sokkal könnyebbé teszi Isten igazából a játékot. Például itt vannak a summon farkasok, ugye, amik ilyen jelentős segítséget tudnak nyújtani. Tehát nem nagyon érzem, vagy látom szükségességét és fontosságát annak, hogy ezt könnyítsük. De nem is az a lényeg. Hanem a kérdés Isten igazából az, hogy nem egy csalás. Nem egy csalás az, tehát mi a különbség a között, hogy beírod, hogy IDFA a Doomba, és kapsz egy csomó lőszert, meg életet, meg hogy fölöksz egy ilyen modot. Most nem a multihoz, de ez nem csalás, na nézzük. Kazsuál játékosoknak való a mód. Én ezt értem. Tehát én ezt értem. És most a csalást nem feltétlenül rossz értelemben használom, hanem úgy értem a csalást, hogy csalás. Tehát olyan, mint hogyha, mit tudom én, a kinevet a végében előrébb raknád a bábudat kettővel. Nem ítélem el. Nem. Aztól még, hogy valami csalás. Én például egy csomót játszottam úgy Warcraft 1-jel kisgyerekkoromban, megértem egy csomó cheatet. És tök élveztem. És nem ítélem el magam egyébként emiatt. Megmutatom azt a boss-t, amit nem tudok leverni. Megmutatom, hogy milyen esélyeim vannak ellene. Most az következik. Hát most demonstráltam a hatalmat gyakorlatilag ezen a kis instán. Egyébként hatalmas előny az, hogy ez az első játékod ebben a stílusból. Tényleg? Ez mitől lenne előny? Ez fejtsd ki, please. Na, és most jön az erőszak. A szexuális erőszak fog következni most. Gyere, cicamica! Ott van. Látjátok, ő az, aki szexuálisan kedvét fogja tenni rajtam. Egy ütés fél élet, kettő ütés teljes élet, szevasz! Meghaltam. Hát ezt a boss-t egyszerűen én azt sem tudom, hogy mit kell csinálnom. Komolyan. Tök mindegy, mert hogyha a moddal valakinek jól érzi magát, csak vajon, amikor mondjuk arról van szó, hogy szevasztok haverok, képzeljétek, végigjátszottam az Elden Ringet, komolyan, ja, mekkora király volt, akkorákat szívtam, és oda jön a másik, közben rakjátok szépen itt a karaktereket a Stream Raidersbe, ott ad a link valahol. Másik azt mondja, szevasz, figyelj, én is végigjátszottam az Elden Ringet, képzeld el, ja, sokat szívtam, de hát ez, ja, de végigjátszottam. Hát egy hét alatt végigvittem. Biztos nem állt meg a stream, mert nekem is megy. Na szóval itt ez, bent, ez a boss, ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon csúnya dolog, Isten igazából. Ilyenkor szoktam
amikor van ilyen 5-6 ezer ilyen soul pontom, ilyenkor szoktam szépen fölmenni a... Ja, nem is ide jövünk, hanem ide. Ilyenkor szoktam fölmenni oda az óriásokhoz, és kicsit megölök egyet-kettőt, hogy el tudjam költeni. Úgyhogy most ezt fogjuk csinálni, hogy ezt az 5600 pontot, ezt ne hagyjuk el sehol. Ezért szépen keresünk pár bátor önként jelentkező trollok voltak ott. Üssed már, üssed, üssed, üssed! Te ne csapkodjál, anyád úristenit! Azaz? Elesel? Nem esel. Azt hittem elesett! Most esik el, elesik! Leszállunk a lóról! Beleszúrjuk a szemébe! Föltrancsírozzuk! Fölszállunk a lóra! Így kell ezt! Ah! Rohadjál meg! Bazd! De egy... Fú, bazd! Azt a rohadt! Ez nem volt szép egyébként. Csak mondom, hogy ez... Ettől én is beszartam úgy. Csak mondom, hogy ez nem volt szép. Jó, egy. Hú. Hú. Ugye vagy ez? Most nagyon megijedtem. Au, ez fájt. Na jó, iszunk egy pohár vizet. Látjátok, ráugrottam a fejére majdnem! Na, üssed már jól! Nem üti jól. Azért a kardos nálam sikkantott. Au. Á, futunk! Meghaltam, basszus! Ezt nem hiszem el már! Komolyan rohadjak, meg egyszer végigöltem mind a hatot halál nélkül. Vagy ötöt, vagy hatot, amennyit. Nem baj, fölfesszük. Nem buktunk semmit ilyenkor. Ez azért volt, mert belesikontottál. Azt a rohadt életbe, hülye vagy? Azt hittem, hogy kiugrik a szívem. Ilyet ne csinálj! Kézzétek el! Pénteken, vagy szombat este, vagy péntek este folytatjuk a Civilization Scud-dal egyébként, infónak. Persze! Na, kettőt! Megtolunk kettőt! Gyerünk már! Úgy! Hülye, megölte az egyik a másikat, Getsz! Jó, futás innen, hogyha itt tapos, akkor el kell menni. Nem szabad itt. Fussál már! Lova mindjárt meghal. Hát ilyen AOE-val tudják csak. Az ami területre ható sebzés, azzal tudják csak. A direkt sebzéssel nem tudják, tehát karddal nem tudják egymást ütni. De van néhány olyan sebzés, ahogy én észrevettem, ami nem csak a mobokra. Meghalt a lovam. Hagyma VS Scud és közönség? Már Hanzi is mondta, hogy csináljunk egy ilyet. Jó, megvan.
Nagyon jó. Ja, Hansi is mondta, hogy csináljunk egy ilyen cívhatót, ahol sokan vannak. De a mi kis ilyen gyerektempónkra, itt bejönnek a vérprofik, és itt olyan fajta szexben lesz részünk, amit nem szeretünk. Na, nem hiszem. Fétre kéne rakni. Azért akarok, elmondom, miért akarok a fétre rakni. És nem tudom, itt vannak emberek, akik lehet, hogy megértik. Van nekem egy ilyen fegyverem, a Golden Halberd. Ezt az első boss dobta, ugye ez a lovas boss, ami ott van közvetlenül az istenen. És ez... Azt mondja meg nekem valaki, és ez kell 12 fate, hogy használjuk. Azt mondja meg nekem, ez attribute scaling, ez azt jelenti ugye, hogy milyen képességek számítanak bele a fegyver sebzésébe. Ez pedig az attribute required, az azt jelenti, hogy milyen képességekre van szükség, hogy tudjad használni a fegyvert. Azt kellene jó tudni, hogy a D és az E között mi a különbség. Tehát a strength az mondjuk esetleg duplán számít, a dexterity meg, mit tudom én, nem tudom. Tehát a fegyver sebzése, a sebzésed, ugye ezt a fegyvert használod, akkor a strength és a dexterity számít bele. Azzal scale-el. A D jobb, mint az E. És a C? A C is jobb, mint az E. Aha. Jó, igen. Na. Ja, igen, úgyhogy fétre fogok rakni most. Megpróbálom annyira főhúzni a fétet, hogy tudjam használni azt a szutykot. Ugye értelemszerűen ez elég sok pontba fog kerülni, de megpróbáljuk. Azt is akartam kérdezni, nem tudom, hogy tudjátok-e esetleg, hogy lehet-e resetelni ezeket a képességeket? Az is érdekelne, hogy újra lehet-e talentelni. Elmegyünk Magdi anyushoz. Közben rakjátok szépen a izét a Stream Raidersbe a dolgokat. Hát itt még csak Hanzi meg ScudXTR rakott be, drága barátaim. Nem leszünk így jó. Lehet, csináltunk marb lesz a stream végén, igen. Megnézzük, mi a helyzet. Megyünk Magdihoz! Aja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 j
Bemutatom mindenkinek Magdalénát. Gyere, cukika! Fogy, adj! Au! Jó. Ó, a kutyákat öli, hál' Istennek. Elmegyünk, elmegyünk, elmegyünk! Ki fogja nyírni a kutyáimat? Le fogok gurulni! Au, au, ez fájt! Ez fájt! Megisszuk, első poti. Gyere ide, Magdi anyus! Hátrább jövünk. Előre is! Csap, csap, csap! Nem! Negyediket nem kellett volna! Ajjajjajjajjaj! Ugor már el! Sikerült megúsztom sebzés nélkül! Elővette a kalapácsot! Anyám! Ajjajjajjaj! Ne! 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 Nem bírok most! Meghaltam! Meghaltam! Meghaltam!
Aj, Szász Markó, Madárkutya, szép jó estét! Mi nem indult el eddig? Ne előre ugrál a kalapács, hanem mögé. Király ötlet! Komolyan! Megfogadom. Steam Raiders nem indult el? Hogy lehet? Na gyere! Nem tudom, tudom, gyenge vagyok, kutyák, mit tudom én. Jó, arrébb. És most oda. 1, 2, 3, 4. Ugrás el! Au, így is eltalált sajnos. Visszaváltunk a potionre. Ah, ezt beszívtam! Ez ellen nem védezelett a mágia ellen annyira a pajzsom egyébként. De a mágikus fegyverek ellen annyira nem jó a pajzs. Gyerünk oda! Csap! Csap! Védekez! Azaz! Ne! Ne! Ugorj el! Ja, tudom, mögé kellett volna ugrani. Francba. Nem baj. Gyere, cica, most már csak ketten vagyunk. Hoppá, hoppá, hoppá! Ugrok! Ájjjjjj, nem tudtam átugrani rajta, és végem. Na, szóval. Vagy egy NPC-t meg tudsz idézni, és segít. Milyen NPC? Tehát ezek a szellemek azok, nem? Ezek a szellemek azok, amiket meg tudok idézni. Nem? 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 Közben elkezdődött a Stream Raiders, úgyhogy szépen ezt bekapcsoljuk. Na majd mindjárt megnézzük. Köszönöm szépen a followot! Nékedves névtelen! Mua, mua, mua. A kutyákat te idézesz Pebble, de van előtte egy segítő, talán Phantom nevük a bejáratnál. Ezt nem is tudtam! Én meg így próbáltam megölni ezeket a senkiháziakat. Na! Lerakjuk ide az őrtornyunkat. És elindul. Elindítjuk a Steam Raiders csatát. 2, 1... Hatalmas csata bontakozik ki, drága barátaim, és QuidXTR Cyber Buster-e elindul, és rátámad egy ötödik szintű akármire, meg is ölt egyből, ez durva volt. QuidXTR és Hanzinak a cuccai mennek előre, gyakorlatilag ölik az ellent, mint az állat, hagyma hátulról, és Hanzinak az emberei hátulról ölnek. Nagyon, meg fogjuk nyerni, Hanzi! Azt a betya! Hanzi, Scoot, köszönöm szépen, megnyertük a játékot. Az igen. Kösz! Na, elindítjuk a következő pályát. Közben. Lerakok egy berserkert rakok le. Itt mi az anyám van? Aha. Lerakunk ide egy berserkert a bejárat. És akkor kiírta itt a linket, rákattintotok, és szépen a saját karaktereteket le lehet rakni. 5 percenként lehet lerakni egy karaktert. Érdemes ezt... Spike segít, ha baj van. Így van. Érdemes ezt az 5 percet, ezt kihasználni, és akkor elképesztő erősek is lehetünk. Akár... Jó, vissza a játékhoz. Hogy.
Na nézzük, hol van itt az ember, akit meg lehet idézni? Ja, ez! Igen, és ilyenkor mit kell csinálni? Ó, hogy itt! De ez nem az! De ez az! Ez az! És mehetünk be? Ez egy random player, tényleg? Azaz! Csap, 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 csap! Áj! Ugorj, 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 ugorj! Csap, csap! Ugorj, 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 ugorj! Hát nehogy már kinyírjuk most így Magdi anyust. Nem lenne szép. Na védekezünk. Azaz. Csap, 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 csap. Au. Hát azért így... Lehet könnyebb egy picivel. Elugrunk! Én szerintem az nem más játékos! Basszus, majdnem. Áááá, ezt nem tudok védekezni a kalapács ellen. Na most már mindenkit megölt ez a szerencsé nélküli. Gyere, cica! Á, túl gyorsan üt! Ne! Nem bírok hova menni! Áj, ne! Ne! Oh. Gyere ide a nyílt térre, ha van merszed! Áh, szevasz! El lehet kaszálni engem teljesen. Ah, vége. Nem feltétlen lehetetlen megölni. Ugye ezt a havernál toltuk, és ott fixen nem volt multi, szóval a bot volt. Ez biztos, hogy bot egyébként. Ez 100%, hogy bot. Tehát, hogy ezen lehetett látni, az életén is lehetett látni, hogy bot. Ha player lett volna, akkor valószínűleg nálam ügyesebb player lett volna. És akkor... Hagyd majd csontvázakat gyűjts be. Milyen csontvázak? Ég. Olyanokat mondtok nekem, komolyan mondom, hogy el se hiszem. Van nekem, most találtam valamit. A szellemekre gondolsz? Mert van egy másik szellemem, azt még nem próbáltam ugyan ki. Aha. Van itt valami varázsló szellem, meg ilyen szolga szellem. Meg van egy ilyen jellyfish. Mi az a git gut? Szevasz kapitány, madárfütyös, szép reggelt. A révésznél. Én nem tudom, hol a révész. Ha megmondod, hol a révész, akkor oda megyünk, begyűjtjük. Most nem tudom, milyen révész. Én csak ezeken a területeken jártam. Az igazság. Jaj. Esetleg lehet erre volt. Hogy beszélsz? Keletre, Koelit felé. Tudjuk, hogy az mi? Ezt nem is láttam még.
Azért erre rápróbálok, biztos, ami biztos. Au! Mondjuk ez nem volt boss. Azt látom. Ez egy fazékfejű volt. Ez volt a fazékfejű? Végig sétálunk ezen az után, ezzel még nem voltam soha erre felé. Körülnézünk. Durva. Hangokat hallok. Á, csontvázak! Ahogy? Au! Te kis huncut! Mit képzeltél magadról? Hős hagymalovagot így helyben hagytad. Na gyere! Gyere! Mire vársz? Hülyék, bambák, birkák és bénák! Hogy ügyes! Nem talált. De szeretek! Ezeket azért szeretem egyébként ebben a játékban, megmondom őszintén. Azért szeretem, mert tudom demonstrálni rajtuk a hatalmamat. Érted? Tehát bemegyek Magdihoz, megfog, van az a furkos botja, így ráhúz, megpörget, és ilyen hangot adok így. És az, ugye a két zzz között kell egy kis hatalom demonstráció. Akkor meddig is tart a stream? Ez nem találta el. Anyám. De mit akarsz tőlem? Nagyon megszerettem ezt a játékot, rohadjak meg. Tényleg. Úgy hallottam reggelig. Aha, persze. Holnap... Kérdezzük meg a főnökömet, hogy szeretné, hogy reggelig tartson a stream. Ja, hogy ez izé? Ez haver, mi? Kell a páncélod. Magdi letöri a férfiasságot és így szervezi. Igen. Hú, nem olvastam el. Touched by death. Nagyon rossz egyébként, nagyon rossz dolgok vannak itt. Méghozzá az, hogy szerintem ti alig halljátok a játék. És nem is... Nem akarom megölni! Jó, bocs, bocs, bocs! Az anyád úristen itt, bocs! Mondom, hogy bocs! De véletlenül ugyanúgy kikattintok, visszakattintok, üt egyet ez a szar, nem tudok mit csinálni. Na, helyes. Ő rajta nem lehet valahogy segíteni egyébként? Nem lehet... Au! Rohadjál, még nem segítek rajtad. Adjál békén. Bunkó gyerek. Itt volt egy gold run. Akkor is vettük. Hagyjam a főnöknek olyan kemény streamel, hagyjam szerintem az év végéig bónusznak látszódnia kell. Aha. Gondolod. Juhuu! Mágikus lovacska. Tedd a dolgot. Nem ár! Én nem akartalak téged bántani! Most nehogy már örökre izé
ellenségek legyünk. Már egyszer megöltél. Hova akarsz még jobban? Ebből baj lesz. Dob ez valamit? Megölhetem? Hát ezen túl leszek mindjárt. Ügyesen harcol. Ezek az én segítőim nem ilyen ügyesek! Szegényt megöltem, nem akartam, esküszöm. Basszus király, hát de meg akartam! Azt a rohadt, hülye vagy. Na várjál csak. Ez sokkal királyabb, igen. Köszönöm szépen a tanácsokat, névtelen. Pacsi a pocidra. Apró pénzért megöltél egy embert. A teljes szett ad valamit? Mert ennek a Kotri királynak a cipője van rajtam. Ez szerintem jó. Nem. Jó. Ez nem tudom mit ad. Ezek a medálok nem tudom mit adnak. Ezek, ez jó, ez nyilván a bónak az effektív range-ét növeli. Ez pedig valamilyen tűzsebzést növel. Azt nem tudom, például... Megyvert? Ez jó kérdés. Nem adott fegyvert sajnos. Nem adott fegyvert. De például ez. Ancient Stamina Reducing. Jó, ezt tudom mi. Az a kérdés vajon, hogy ez a Flame Drake talizmán, ez Boost Fire Damage negítésen. Meg ez a Roar Medallion, ez mi a bánatot adna? Jó, megyek. Jó éjszakát, gyerekek, sziasztok. Szeretlek. Na, hát így már jobban néz ki karakterünk, nem? Kis punis. Juhú! Mekkora király! Le is ülünk szépen. Ülj le, hogy visszatöltődjön a potion. Amúgy nem láttam azokat a talizmát. A tűzsebzés talizmánnal az a kérdés, igazából. Itt valaki sikoltozik. Ő egy ellenség, vagy egy NPC? Őt ki kell nyírni? Jó éjszakát, Luca. A szellemet megöljük, vagy beszéljünk? Jó. Szevasz, haverom. Ó, ez boss, aha. Gyere, kis csillag.
Gyertek, farkasok! Nem megyek oda egyedül. Inkább a gyorsabb fegyvert fogom elővenni. Mit csinál? Fölrepül! Azt a rohadt! Normális vagy! Ezeket ő idézi, ezeket az addokat? Vagy ezek csak így bejönnek néha? Hol anyámba van? Kérdem. Ott van. Gyertek! Cic! Jó? Anyádat már! Úgy, ezt kivédtük, ezt a lövést. Nagyon oda kell figyelni. Au. Ájjájjájjájjáj! Nehogy már fölkeljen már megint! Jó, visszaszaladunk. Ebbe beleütünk, még mielőtt fölkelne. Nagyon jó. Aztán abba is beleütünk, mielőtt fölkelne. Nem is tudjuk ütni azt a szerencsétlen bosst. Hol van? Hol a boss? Anyátokat már! Meg fogjuk várni, egy helyen meg fogjuk várni, és megünk az összes csontvázat. Tényleg ott megy. Öljed! Na gyere, cicamica! Hadd adok neked egy puszit a pucidra! Azaz! 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 Aha, most elgurulunk. Ott van, vissza, gyertek, gyertek kutyákok! Au! Vissza meg már itt a sok csontit! Üssél már rá egyet! Jó. Még 50%-ra se vittem le ezt a nyomorultat. Áj, gyerünk! Aha, ilyenkor idézi meg, ezt kellett volna megakadályozni. Aha. Jó, eltakarodunk innen, mert valamit varázsol, és mindjárt fájni fog nekünk.
Hát ez nem fog menni. Picit másképp kell csinálni. Eltakarodó, takarodó, takarodó, takarodó! Ezt meg fog halni most már. Nem baj. Erről szól a buli. Jó. Megölöm magam és előről kezdjük, szerintem. Gyertek ki, nyíltok ki a gecibe. Úgy. Ez nem tűnik annyira nehéz bossnak egyébként. Megmondom őszintén, csak egy kicsit az elején így, mint egy szarógalom mentem körbe-körbe. Sőt, annyira, hogy lehet, hogy ezt lóról kéne ölni. És lehet, hogy a hosszú kardot kéne használni. Igen, pont ez jutott eszembe. Valószínűleg, várj csak... Próbáljuk ezt. Segíts már, te nyavajás varázsló! Azaz! Takarodó innen. Mindjárt takarodó. Már még lehetett volna ott maradni szerintem. Jó, arrébb. Francba, ez nem jött össze, ez az arrébb menetel. Jó, 50%-on van a boss. Igen. Nem. Mondjad? Ilyet? Ja. Citrom illatú sepit vettem, mondja a fiam elképesztő örömmel. Nem áll! Megakadt egy pillanatra, megint! Mi ez? Aha! Üssed már! Üssed! Nincs staminám! Arrébb szaladunk! Mi az anyámért akad meg, D-ha? Egyébként annyira egy gusztustalan, csak mondom, az optimalizációja ennek a játéknak, hogy fölrakom maxra a grafikát, és 40 FPS-en. Leveszem a grafikát közepesre, és tudjátok mennyi FPS-en van? 40. Semmi. Jó. Hol a boss? Új videókártya. Az új videókártyában van 40 FPS-en. Mert egy nyomorult a optimalizálása. Nem áll! Ne engem üssetek! Ne! 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 Utas! Nem állítottam be. Nem! Szar! Ez van. Ez a helyzet.
iszunk egyet. Meg lesz ez, meg lesz ez. Kinyírtam ti biatyát. Azt a betyár mindenit! Második próbára. Ez mondtam, ez nem volt annyira erős. Dietro. Skeletál. Aha. Nagyon. A kliliumok, azokat összeszedjük. Nincs valami kincs eldugva? Azok a skeletálok gyengék. Tényleg gyengék. Ezért jöttem elvileg, nem? Valaki mondta, hogy ez nagy király. Feltámadnak! Ó! 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 Hát srácok, ezt megcsaptuk, az egészen biztos. Legalább volt egy kis eredménye. Vagyok, akkor nagy király. Így van. Demonstráltuk a hatalmunkat a mókuson. Nagyon ezeket a kis házakat, meg épületeket érdemes átnézni, vagy legalábbis belenézni. Sokszor szokott bennük lenni érdekes dolog. Megmondom őszintén, én nagyon keveset használom az interaktív térképet, meg próbálok minél kevesebbet utána olvasni a dolgoknak. És úgy játszani. Persze, gyakorlatilag szinte lehetetlen szerintem a nélkül. Golden Rule. És itt hagytam el az előbb a izémet is. Az XP-met valahol. Lehet fejleszteni az idézett lényeket? Komolyan? Hát... Én azt hittem, én király vagyok ebben a játékban, de rohadt. Aha, itt van az XP. És most van 5753 ilyen szólom. Nem tudom, mit csináljak. Össze kéne szedni megint egy... Meg kéne ölni megint kettő darab ilyen... Mondjad már ilyen óriást. Hogy összejöjjön 7000. És akkor tudnék megint egy pontot vásárolni magamnak. És akkor Magdira majd lehet vissza kéne menni. Jön a következő menet, drága barátaim, nem sokára izébe is. Stream Raidersbe is. Most már többen raktatok. Imádlak titeket. Nagy buli lesz. 2 másodperc, 1 másodperc. Itt is vagyunk, a Stream Raidersbe. El is indítjuk a csatát. És lerakunk egy spellt. 3, 2, 1. Ezeket nem sebzi az a szerencsétlen tornyon? Miért nem? Húha, itt ezek nagyon, nagyon kicsinálnak minket, én azt látom. Úristen, ezek az árcserek, vagy ilyen dobálózósak, meg is halt valaki. Hanzi ölte a legtöbbet, és Rovar asszisztált a legtöbbet. Hát csak kinyírjuk most már őket. Nagyon szépen köszönöm, drága barátaim! Egy repülő rovar killer ezek szerint kapott egy repülő rugó. Nagyon jó. Viszont szerintem, srácok, én mondtam, hogy ez a stream ez nem lesz túl... Á, na jó, öljünk még egy kis
Üljünk még egy kis izét. Még egy kis ilyen trollt. Ezeket a mellékküldetéseket még annyira nem feltétlen értem egyébként sokszor. Megmondom őszintén. Jó, nekem számomra olyan nehezen érthető egyébként az, hogy ki mit akar tőlem. De majd lehet, hogy azt kéne csinálnom, hogy majd amikor egy ilyen mellékküldetés jön, vagy NPC-vel beszélgetek, akkor utána kéne néznem, hogy ezek mit akarnak. Mindjárt Margit kázunk. Rápróbálunk Margitra. Rápróbálunk még egyet Margitra. Ez mindig itt taposni szokott, úgyhogy óvatosnak kell lennem. Csapkodjad már! Ó, ez ugrani fog! Sikerült arrébb menni egy picit. Kaszaboljuk a lábait, nagyon jó, el is esik. Nagyon jó, leszállunk, szálljál már le! Ne, szállj, nem száll le! Én most double katanázom. Ez durva lehet. Nem már! Jaj, ne! Ez most ez baj! Most ez baj! Kivédem! Kivédtem a pajzsal, és kiírtam. Ez a pajzs egyébként brutál, csak mondom. Talán még egyet meg kéne ölnöm, és akkor biztosan el tudok majd költeni egy pontot. Fate-re fogom fölrakni. Jó. Beleszúrunk a fejébe egyet. Azaz. Vissza a lóra. És már is felén van a HP-ja emberünknek. Gyerünk, üsd már meg még egyszer. Jó, megvan. Fölmegyünk. És elköltjük azt az egy fétet, bár sokat nem fog hozzáadni Isten igazából itt a dolgokhoz. De muszáj az úton elindulni, hogy tudjuk használni ezt a Halberdet. Ha jól ejtem ki ezt a szót. Úgy, és akkor elmegyünk Magdikához. Itt van, né. Elmegyünk Magdikához, és megnézzük. Ó, éppen képzeljétek el, egy kedves kollega rám írt, hogy jó estét, hagyma, baromi jó volt a CIF 60 kuddal nyomtatok, igaz, nem élőben néztem, de rohadt jó volt, köszönöm munkátokat. Hát erre érdemes kelni, és erre érdemes feküdni is, megmondom őszintén, mert ilyenkor az ember nagyon büszke arra, hogy csinál. Skeletal Military. A felső kockában nem lehet... Igen, nem felejtem el. A felső kockában nem lehet valamit rakni egyébként? De mi az anyámat kell rakni a felső kockában? Kérdezem már.
kiveszem innen. Ó. De varázslatokat tudod. Kéne varázslatokat is gyűjtenem, mi? Vagy fate varázslatokat. Jaj, de hülye vagyok! Nem idéztem meg! Ezt elbasztam. Ezt nagyon csúnyán elcsesztem. Ez az! Azt a rohadt! Rácsaptam egy nagyot! Takarodó! Hát ezek már nem nagyon fognak fölkelni szerintem. Nem, ezzel a kalapáccsal nem tudok mit kezdeni. Ezzel a kalapáccsal kéne valamit kezdenem. Az az igazság. Benne van a kill, de még jó néhány try is, megmondom őszintén, ki kellene tapasztalni, hogy pontosan hogyan védjem ki a izét, a lapácsot. Mert azt érzem még gyenge pontnak. Viszont most már tényleg köszönöm szépen, azt igazából egy másfél órára szántam erre az egészre. 32 van, tehát másfél órát toltuk. A Civilization 6 fog folytatódni vagy péntek este, vagy szombat este, úgyhogy érdemes követni a csatornát. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok egyébként, és hát péntek este vagy szombat este fogunk találkozni. Legközelebb ez egészen biztos, ha csak valamiért nem jön meg a kedvem arra, hogy elkezdjek még Elden Ringet streamelni. Bár azért megmondom őszintén, hogy nagyon nyomás, mert vannak itt nagyon profik is, nálam sok kisebbek, és ismerik a játékot, és ilyenkor az ember azért megpróbál nagyon jó teljesítmény nyújtani, megpróbálja egy kicsit jobban csinálni, mint ahogy tudja, és ilyenkor szoktak jönni a nagy bukták. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, aludjatok jól, álmodjatok szépeket, és pénteken Civilization. Sziasztok! Marbless! Na, a Marblessre az itt Marbless. Lesz Marbless! Elfelejtettem, igen. Elfelejtettem teljes. Kilépek ebből a játékból. Halló! Úgy. És mit akarok? Elindítjuk a Marbless-t. Van egy másik játékom is, amit szeretnék játszani, de most annyira nem akarok megint, mint ahogy szoktam szétesni, megmondom őszintén. Van egy nagyon érdekesnek tűnő játék, amit szeretnék mindenképpen játszani, képzeljétek el, addig elmondom. Egy akvárium boltot kell üzemeltetni, egy akvarisztikai üzletet kell üzemeltetni.
Bigfoot jó. Hát az... Az... Az jó. Úgyhogy, ja, Bigfoot az jó játék. Fazmó is. Jó van, kapjátok. Lesz, nézek valami horrort majd. Lemegy ez a izé, Civilization sorozat. És nézek valami Xbox Game Pass-ba valami horrort, amit tudunk játszani. Legalábbis egy pár részt, ki tudunk. Vagy hát ameddig. Na nézzük, mivel játszunk. Melyik pályán játszunk? Marble's Dinner. Legyen ez. Na. Ugye nem kell mondanom, felkiáltójel play, és akkor lehet csatlakozni a játékhoz, drága barátaim. Na azért, azt hittem már izé. Azt hittem már senki nem akar csatlakozni. Aztán itt Marble-szezünk. Marble-szezünk egyedül. Nem baj, olyan sokat most nem fogunk várni per play 5. Mi? Na nézzük, 10, 9, 5-en játszunk egyébként. Úgyhogy nagyobb az esélye a dobogónak, mint hogyha nem lenne dobogó. Nézzétek el. Hagyma, Home Prime, Hanzi, Trojan, Scud, illetve hát én vagyok az utó. Hol vannak a játékosaink? Ja, ott esnek le, azt a betyár mindenit. Hát igen, a jól megérdemelt első helyezeten hagyma, és meg is áll. Home Prime megáll, Scud megáll, Hanzi megáll, hagyma szenved az utolsó helyen. Home Prime-t az érre tör, elképesztő sebességgel megy. Második Trojan, harmadik Scud, negyedik Hanzi. Hagyma. Hagymácska. Hagymácskácska. Hagymácskácska nem. Nem. Itt mi történik? Ó, Scud XTR az érre tör. Második Trojan, harmadik Hanzi, negyedik Home Prime. Remélem hagyma az meg fogja tudni oldani azt, hogy előre törjön. Látom, hogy itt csókolózás van Trojan meg Scud között, meg Hanzi meg Home Prime között, bár most bevették Trojant is egy hármas ilyen virsli partiban. Scumot főraktam, szavasz Nejti! Hát sajnos egyébként, ne haragudj Nejti, megmondom őszintén, hogy hiányoltalak, kezded el, de ma nem tudok olyan sokáig streamelni, úgyhogy ez a vége igazából a bulinak. Hanzi vagy Scud fog az ére törni, nem lehet még tudni, azt a vetyár minden itt, talán Scud XTR lesz az, aki átveszi a vezetést. Igen, Scud XTR átvette a vezetést, második Hanzi. Lemennek a lépcsőn. Nagyon tolja. Látom az irítséget az arcodon. Na ez kemény. 15 euró most gondolkodok rajta, viszont esetleg Will-el tolnám, de nem dedikált fizetős szarom. Micsodát? Hagyma Scumot. Ja! Az igazság, hogy ugye a Scumot szerintem a Humble-be vettem meg. És az is ilyen 15 euró volt a komplett csomag. Emlékszem. Scud belement a vödörbe. Hanzi belement a vödörbe. Hatalmas csata van Hud és Hanzi között. Home Prime az ott lecövekelt. Jaj, de jó. Trojannal küzdök én. A harmadik helyér. Remélem megvárnak itt a kollégák. Hanzival ügyesen lyukra megyünk. Hát ja, közös lyukra. Mondjuk ebben annyira nem lennék egyébként büszke, hogy Hanzival osztozok a lukakat. Én. Nyilván más valaki máshogy gondolja. Én most kiszálltam egy cigire. Hát egy jó nagy cigire húd, megmondom őszintén. Az bőrös virsli már. Az az igazság. Ó, nem férsz be a lukba. Hát igen. Hanzi lesz az első. Átjutott a szélkeréken. Be is jutott, úgyhogy Hanzi az első. Második, vajon ki lesz? Trojan
lesz a második, és Trojan a második, Skudixtier a harmadik, Hagyma a negyedik. Humprime meg kell várni, úgyhogy elmegyek, nem tudom, fürdök egyet, elszök egy cigit, megszexelem az asszonyt, és visszajövök. Mert KB Hun addigra ér be. Nejti, de hiány, aztán megmondom őszintén. Tudtam, hogy valaki hiányzik. És nem voltál itt, látod? De Hun is becsületesen beért a célba. Úgyhogy, drága barátaim, köszönök szépen mindent. Megnézem, hogy van-e földobe valakit értelmes csatornát, amit lehet streamelni. Tudjátok mit? Hát csonti streamel, kezdjétek el, 28 néző van. Elden Ring, igen, de Elden Ringgel is fogjuk folytatni. Mert, illetve nem mi, de csontit megrédeljük, legyen egy kis híre a Hagyma TV-nek, úgyhogy ennyi. Jó éjszakát kívánok mindenkinek, aludjatok jól, álmítok szépeket, sziasztok! Bazd meg! Na mindegy, ezt elküldtem. Ha nem mennének itt ezek a rohadt patkányok! Hát ez...